Sajtótájékoztatót tartott Földi Judit, a DK országgyűlési képviselője az Osan körforgalom átépítése kapcsán kedden délután. Földi Judit úgy fogalmazott, többször kérdezte az aktuális államtitkárságot, hogy a fejlesztéssel kapcsolatban történt-e bármilyen előrelépés, ám konkrét választ nem kapott. Tavaly március óta próbálom elérni, hogy konkrét választ kapjunk, és a most legutóbbi válasz is, ami két héttel ezelőtt érkezett, azt támasztja alá, hogy semmilyen előrelépés nincsen. Folyamatosan hitegetnek, hogy elkészülnek a tervek. Ennek ellenére a közbeszerzési értesítőben a mai napig nem írták ki az erre fejlesztésre vonatkozóan a pályázatot. Fazakas Attila kiemelte, fontos lenne az Osan körforgalom fejlesztése, ugyanis állandó dugó van a környéken. Ha tovább megyünk mondjuk Veszprémbe, akkor láthatjuk, hogy ott viszont megvalósult a komoly közlekedéssel kapcsolatos beruházások, sajnálatos módon Fehérváron nem, és a kérdésünk az lenne, hogy vajon miért érdemlik ezt a székesfehérváriak. Sándor Barbara, a Fehérvárért Közösen Egyesület önkormányzati képviselője azért tartja fontosnak az Osan körforgalom átépítését, mert az idő, amit az emberek a várakozással töltenek, pótolhatatlan. Egy hónapban körülbelül 10 órát állnak dugóban a székesfehérvári emberek, és ezt az időt tölthetnék akár a családjukkal is. A képviselő hozzátette, a felújítással kapcsolatban csak ígéreteket kaptak, de konkrét cselekedet nem történt.